rám Isten, ne szipolyozzon senki, s ne dolgozzunk ingyen, a hazánkból ne üsz ki minket, Uram Isten. Országodba fogadj be, mert bár bűnben élünk, megbocsátunk, s bocsáss meg, Uram Isten nékünk. A ránk váró halállal birkózunk meg könnyen, kórral, bajjal, viszállyal, ne sújts, Uram Isten. Szülessen sok gyermekünk Kárpáton túl sinnen, öntudatlan elvesznünk, ne hagyj, Uram Isten. S mit remélünk oly nagyon, melynél szebb kincs nincsen, végre éljünk szabadon, add meg, Uram Isten. Karolt föl népünk ügyét, virágozzon minden, a magyarok ünnepét hozd el, s áld meg, Isten. Van ki ne, de él az Isten, ki lángra gyújthat, és meggyógyíthat, ha benne élsz. Hát hordozd a gyertyát, lángoljon benned, annyian várják, oly sok szükség van rá. Óvd a lángját, mert szükség van rá. Eltévedt testvér, látod, hogy nem megy, ahol kerestem, nem éget lát. Becsaptak téged, de ne add fel, kérlek, elszúnj a gyertyád, szikrára vár. Hát hordozd a gyertyát, lángoljon benned, annyian várják, oly sok szív vár. Óvd a lángját, mert szükség van rá. Istenben bízom, a holnap hív ma, nézzünk föl együtt, most az ég felé. Szükség van rá, óvd a lángját, mert szükség van rá. Hát hordozd!
síkban rá. Óvd a lángját, mert szükség van rá. Szétszórt, vihar szaggatt a nemzetem. Nyissátok meg szíveteket ezen a karácsony estén mindenütt, ahol csak vagytok. Hadd jelezzék a kicsike lángok, hogy hol mindenfelé élnek magyarok ezen a megveszekedett földön. S hadd fonódjanak végre egybe ezek a szétszórt kis lángocskák, egyetlen nagy tábortűzé, amelyet lélekben körülállva a távolságon át is meglelhessük egymás kezét, s indulhassunk együtt, egymás szeretetében, s az Úr Jézus áldásával egy karácsonyos szép újjászületés, egy valóban új esztendő felé. Tisztelt jelenlévők, kedves karácsonyra készülők! Örömteli nap ez a mai a mi számunkra, hogy újra együtt, advent immáron negyedik vasárnapján itt állhatunk, összegyűlhetünk, hogy emlékeztessük a körülöttünk nyüzsgő világot Jézus Krisztus születésnapjának közelettére. Engedjék meg, hogy körünkben köszöntsük Kovács Béla európai parlamenti képviselő urat és a kíséretében érkezett vendégeket, úgy szintén mindazokat, akik megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel. Most pedig felkérem Dancs Róbert református lelkész, hogy mondja el karácsonyi üzenetét. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm azokat, akik ebben a nagyon hidegben is kitartanak, eljönnek, és itt együtt ünnepelnek velünk advent negyedik vasárnapján. Köszöntöm a közel 2000 főt számláló Beregszászi Református Gyülekezet nevében önöket, és
az élőisten üzenetét a korintusiakhoz írott második levél 9. részének 15. verse alapján szeretném tolmácsolni, így karácsonyhoz készülődve. Pál apostol mondja ezt, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Olyan sokan megpróbálják megfogalmazni azt, hogy minek az ünnepe karácsony. Vannak, akik azt mondják, hogy a szeretetnek az ünnepe, és ennek fényében néha egy-egy fegyvert félretesznek, félreteszik talán a gyűlölködés, meg egyéb más rossz dolgot. Van, akik azt mondják, hogy a családnak az ünnepe, és akkor így összegyűjtik a rokonságot, meglátogatják szeretteiket. Vannak, akik azt mondják, hogy a fenyőfa ünnepe, hát az inkább a múlt rendszer képviselői. Aztán vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy ez a megajándékozás ünnepe. Talán a legközelebb a valósághoz azok járnak, akik a szeretetre és a megajándékozásra gondolnak, mert az élő Isten megajándékozott bennünket szeretetéből, az ő fiával, megajándékozott az ő fiával Jézus Krisztussal azért, hogy bennünket fiaivá fogadhasson. A Biblia azt mondja, hogy Isten önmagával ajándékoz meg bennünket, lemondott az ő fiáról, az első karácsonykor elküldte ebbe a világba, ide a földre, hogy megszülessék pici gyermekként, mi pedig ő benne megismerjük a mindenható Istent és az ő hatalmát. Kik a megajándékozottak, tehetjük fel a kérdést. Megajándékozottak azok, akik eltávolodtak az Istentől. És tulajdonképpen Isten nem a hozzá közel lévőket, hanem a hozzá legtávolabb lévőket ajándékozza meg, hogy az ajándéka által, Jézus Krisztus által közel kerülők legyünk ő hozzá. A kérdés az, hogy hol van a mi ajándékunk? Milyen lehet a mi ajándékunk Jézus Krisztus felé? Mi ajándékunk az lehet, hogy mi önmagunkat adjuk oda. 2000 évvel ezelőtt hódolatban mentek oda a pásztorok, a hideg mezőről, lehet, hogy ők is úgy fáztak, mint mi. Mentek oda Jézus Krisztushoz, a jászolhoz, Betlehembe, majd napkeletről jöttek a bölcsek, követve a csillagot, hogy találkozzanak Jézussal, hódoltak Jézusnak. Ez lehet az emberi élet reménysége, találkozni Jézus Krisztussal, hódolni Jézus Krisztusnak, és ővele, szívünkben, lelkünkben, ővele együtt folytatni tovább az életünket. Kívánom azt, hogy ilyen karácsonya, ilyen adventje legyen mindenkinek, aki itt van, aki eljött és megtisztelt bennünket az ő jelenlétével. Isten áldása kísérje önöket. Fogadják szeretettel Sós Lívia és Varga Katica énekét. Szemük nem látva, de elültetjük. Mi sajba pálka, bízva, hogy kihajt. Gyümölcsök terem, titok a jövő. Sülhet a jelen, nem tudjuk milyen. Tudjuk ilyen, Krisztusra várjuk.
naponta nyílna hálára ajka, s ezernyi nyelve zengne énekem. Elég nem volna dicsérni téged a gazdag áldásért, Istenem. Megköszönni az éveket, mit adtál, napfényt, esőt, hogy bőterm is legyen. Nem volna elég hálát adni néked, millió szó sem, Istenem. Mert szívbőjére hálom, bár tadogás csak fogad kegyesen. Minden év, mivel jóságodat látjuk, legyen köszönet néked, Istenem. Mégis fogad, mert szívbőjére hálom, bár tadogás csak fogad kegyesen. Mindenért, miben jóságodat látjuk, legyen köszönet néked, Istenem. Legyen köszönet néked, Istenem. Hallgassák meg Sajó Sándor Karácsonyi Ének című versét Ferenczi Attila színművész előadásában. Sajó Sándor Karácsonyi Ének. Akkoron csillag gyúlt az égre, és rásugárzott a vidékre, és Betlehem fölött megállván egy rongyos istáló homályán tündöklött már a glória. Ott ingecskében, szép fehérben feküdt a jászol szent ölében az Isten egyszülött fia. A hír bejárta a világot, és jöttek bölcsek és királyok, és együgyűk és pásztorok, ott minden lélek egyet érzett, és sírt, és álmélkodva nézett, és boldogan fohászkodott. Örömöt hozván az embernek, dicsőség légyen az Istennek. Ó, betlehemi égi csillag, világ megváltó szeretet, lásd, én is várlak. Várva hívlak, jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet. Lásd, sírva vár egy csonka ország, és gyász a fájtlát lengeti. Ó, szánd meg népe árva sorsát, és hozd végre örömöt neki. Jöjj újra úgy, mint azelőtt. Hozd duzzadt ágú friss fenyőt a tátras Erdély erdejéből, az elrablottból, a miénkből. Ó, neked lehet, és szabad. Neked nem állja utadat se Heródes, se Olá zsandár, mert a te utad magasan jár. Te angyalként jársz, égi szárnyon, te átrepülhetsz a határon mindenhová, és mindenhonnan. Te sohasem voltál Trianonban. Ó, szállj le hozzánk, égi angyal! Ó, jöjj, kis Jézus, légy velünk, és igazságot hoz magaddal, és sok játékot hoz nekünk. Mindent, mit vágyunk, álmodott. Sok kardot és sok dobot, és sok-sok puskát, kardot, ágyút, hogy szent nevedet áldva áldjuk. Hozz hírt, melynek hallatára itt minden szemek felragyognak. Boldog karácsonyt valahára, szegény bús, árva magyaroknak. Felkérem Kovács Béla, európai parlamenti képviselő urat, hogy mondja el köszöntő szavait. Tisztelt kárpátaljai magyarok, tisztelt vendégeink! Eltelt ismét egy év, és újra itt állunk a fenyőfa, illetve a kettős kereszt alatt, ahol aztán gondolkodunk sok-sok mindenem, nagyon szép dalokat hallgatunk, szívhez szóló verset,
Majd pedig emlékezünk az elmúlt egy évre. Az elmúlt egy év nem volt könnyű számunkra. Sok-sok feladat, sok-sok probléma, gondot kellett megoldani. De mindattól függetlenül itt vagyunk. Túléltük. Túléltük még december 21-ét is, amikor a világ végét jósolták. De hát itt vagyunk. Itt van a világunk, itt van a városunk, itt van a népünk, akit nagyon-nagyon meg kell becsülni azért a komoly harcért, amelyet ebben az évben végzett. Karácsonyi üdvözletemet szeretném átadni minden tisztelt magyarnak, és azt szeretném kívánni, hogy karácsony, a karácsonyi szilveszter közötti időszak, a boldog és vidám szilveszter éjszakája szolgáljon arra, hogy erőt tudjunk gyűjteni, hitünket megerősítsük, akaratunkat főleg ahhoz, hogy a 2013-as esztendőt is sikerekkel, sok-sok boldogság és miért nem mondhatnám családi áldások közepette érjük majd meg. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog ünnepeket kívánok, és reméljük, hogy egy év múlva örömmel teli arccal, sikerekben gazdag évet zárhassunk. Mindenkinek nagyon kellemes, áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2013-as esztendőt. Köszönöm szépen! Végül Varga Katica adventi összeállítása következik. Elindul újra a mese, fényporzi gyímánc szekere. Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele. Jön emberek, jön az égből, Isten szekerén a mese. Karácsony készül, emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek. Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok, ez a mese, már nem is egészen mese. Belőle az Isten szeme, tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát, emberek, titeket keres a szeme. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok köz, Isten szekerét megkeresni, ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni, s mesék tavában mélyen-mélyen ezt a világot elfeledni. Mert rút a világ fekete, vak gyűlölettől fekete. Vak, mint az emberek szeme, az égig sem látnak vele. Pedig az égből lefele, borzik már Isten szekere. Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele. Az Isten maga száll vele, és csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt a keze. Szent tükrébe végre egyszer, pillancsatok tiszta szemmel, tiszta szemmel, Isten szemmel, milyen szép is minden ember. Minden ember szépségtenger, s mint a tenger csillagszemmel, terve vagytok szeretettel. Tagadjátok, restelitek, elfordulnak fejeitek, megvakultak szemeitek. Szépségteket, jóságtokat nem érzitek, nem nézitek, nem hiszitek, már a mesét. A
akkor bizony rótak vagytok, szegények és vakok vagytok, de még így is szegényen is, rótan vakon mégis Isten gyermekei vagytok. Rátok süti fényes szemét, elindítja fényszekerét, jó emberek játékszerét. Milyen kár, hogy áldó kezét nem érzitek, nem nézitek, s nem hiszitek már a mesét. A rút világnak gondja van, minden embernek gondja van, a sok angyalnak mind gondja van, s az Istennek is gondja van, mert mindenkire gondja van, s így múlik el a szép s a jó, az ember mellől nyomtalan. Adventi csendes, áhítattak, várom, megváltom, jöttön el. Neki is neked, jöjj el, vigasztalj, jöjj és emelj fel engem el. Ledobnám, jaj a keresztem, az élet súlya épp elég. De tudom, mennyit szenvedtél értem, megszégyenültem, állok elé. Adventi csendes, áhítottak, várom, megváltom, jöttöd el. Neki is neked, jöjj el, vigasztalj, jöjj és emelj fel engemet. Ledobnám, jaj a keresztem, az élet súlya épp elég. De tudom, mennyit szenvedtél értem, megszégyenültem, állok elé. Adventi csendes, áhítattal, várom, megváltom, jöjj.